Két forduló, két pont. Talán mindenki várakozásait felülmúlta idáig az újonc Kecskemét, de a csapat természetesen bizonyos elemekben még tud előrébb lépni az élvonalban. Elsősorban nyilván ugye a labdabirtoklás, ami részünkre azért jóval nehezebben működött, illetve a rögzített helyzetekből próbáltunk gyakorolni olyan szituációkat, amiből esetleg eredményesebb lehet. A Honi élvonal legpatinásabb csapata két kört követően pont nélkül állt a bajnokságban, és összesen 3 gólt szerzett. Elment két nagyon gólerős játékos, így újat kellett építenünk, és akkor én úgy gondolom, hogy ez egy picit hosszabb folyamat. Hát dolgozunk rajta, szeretnénk természetesen minden meccset megnyerni, de hát majd meglátjuk, hogy mire lesz elég a mai teljesítményünk. A zöldmezes Aramis álomrajtot vett, hiszen Juhász Dónát jó voltából már a második percben megszerezte a vezetést. A helyzet kihasználással ugyan nem lehetett teljesen elégedett a vendégek edzője, de így is megduplázták előnyüket a budaörsiek. A 19. percben Juhász talált be, akinek ez volt az első élvonalbeli duplája. Az első két meccshez képest a lendületok mindenféleképpen hiányzott. Nagyon kevesek voltunk támadásba. Én úgy gondolom, védekezésbe se tudtuk azt hozni, amit az eddigi meccseken, és igazából nagyon tompa volt mindenki. A Nyír Gyula és a Rubeola ellen döntetlent játszó Kecskemét a harmadik meccsén is visszahozta a reményt Móra Viktor találatával, ám 2-1 után szinte azonnal jött Harnis Ákos, aki a 21. percben visszaállította a két gólos különbséget. Mindenki katona módjára csinálta, amit tudott. A fiatalok még egy kicsit pluszba hozzá is tettek, amit tudtak, és a Harnis Ákos is rutinjával még szerencsére hozzátett. Én sajnos a mai napon nem tudtam azt kihozni magamból, amit szerettem volna, de épp ezért vagyunk jó csapat, meg úgy érzem, hogy kezdünk összekovácsolódni, mert mindenki a maximumot akarja kihozni magából. A 3-1-re győző Aramis először nyert, a Kecskemét pedig először veszített az idényben. Hál' az Istennek ma a mai napon a helyzetkihasználásunk sokkal jobb volt, mint az első két fordulóban, bár igaz, hogy ma is szerintem a Tombács Robi nagyon jól védett, ki is kell emelni, mert szerintem szenzációsan védett, mert ha nem így véd, akkor nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelmünk. Hát úgy, én úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk, a fiúk megtettek mindent a győzelemmel, gratulálni tudok csak nekik. Egy vereségben is meg lehet találni a pozitívumokat adott esetben, ilyen lehetett volna ma is. De én azt gondolom, hogy ez nem az volt, és nagyon bízom abban, hogy akár Szombathelyen, akár majd itt van a Berettyó ellen, bárhogy is alakul az eredmény, úgy tudunk lejönni, hogy jó eredményt értünk el. Az újonc a haladással, míg az Aramis a Veszprémmel találkozik a következő körben.